A Madarász Imre Egyesített Óvoda Testnevelés és Gyógytestnevelés munkaközössége 23. alkalommal rendezte meg az óvodások Kejfej Jancsi vetélkedőjét a városi sportcsarnokban. A rendezvényt Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg, és kívánt jó versenyzést az óvodásoknak és szüleiknek. Mint Kunné Nánási Mónika intézményvezető helyettes elmondta, a 9 óvodát egy-egy csapat képviselte a szülőkkel kiegészítve. Idén 23. alkalommal fog megrendezésre kerülni a Kejfej Jancsi ügyességi sportvetélkedőnk, ami ebben az évben Karcagváros közösségéért helyi akciócsoport támogatásával a Gyermekünk Mosolya Egészséges Gyermekek Alapítvány szervezésében fog megrendezésre kerülni, és mi csak együttműködő partnerként tehát intézményünk együttműködő partnerként vesz részt most ezen a délutánon. A csapatoknak 9 akadálypályát kellett teljesíteni. Igyekszünk általában olyan feladatokat összeállítani, vagy igyekeznek kolléganőim olyan feladatokat összeállítani, ami ugye a gyermekek életkori képességei és sajátosságaihoz igazodnak. Igyekszünk minden évben azokat a játékos feladatokat bent hagyni a rendezvényen, amelyeket egyébként nagyon szeretnek a gyermekek. Rengeteg labdás feladat lesz, futós, bújós feladatok, amik a gyermekek mozgását segítik elő. Idén változtattak a korábbiakhoz képest, ugyanis most nem a kupáért való versengésé, hanem a mozgás megszerettetéséé volt a főszerep, így ezen a napon mindenki győztesként távozott a csarnokból. Ebben az évben egy kicsit módosítottak kolléganőim a szabályokon. Eddig igen, ez volt a jellemző, hogy egy kupáért ment a verseny, és pontokért kellett küzdeni minden pályán. Most ebben az évben azt gondoltuk, hogy ne a versengésről szóljon ez a rendezvény, hanem arról, hogy mindenki tényleg jól érezze magát, és kedvet kapjon a mozgáshoz, és megszeresse a természetes mozgásokat. Ezért ebben az évben is 10 pályát állítottak fel ugyan a kolléganőim, de nem a pontokért harcolunk, hanem önmagáért, a mozgásért veszünk részt ezen a rendezvényen.